Kedves nézőink, amikor egy munkagép vagy egy erőgép megvásárlásáról van szó, akkor nagyon fontos az, hogy milyen a szerviz szolgáltatás mindehhez. És a szerviz szolgáltatás mellett még nagyon fontos az, hogy milyen az alkatrészellátás. Így van ez, Tibor? Igen, tartja magát az a mondás, hogy az első gépeket az értékesítő kollégák adják el, de az összes továbbit maga az alkatrész és a szerviz szolgáltatás. Éppen ezért volt nekünk rendkívül nehéz dolgunk, amikor a 90-es évek végén a magyar piacra léptünk. Nehéz volt megnyerni a termelők bizalmát és igazolnunk azt, hogy mi ezt magas színvonalon meg tudjuk valósítani. Ugye a svéd gyártó elkötelezett híve a teljesítménynek és a minőségnek, ami nem csak egy magas gyártás és termék minőséget jelent, hanem mindazon szolgáltatást is, amit az értékesített gépekhez biztosítunk, és itt elsősorban az alkatrész ellátásra, illetve a szerviz szolgáltatásra gondolok. A VDS-tad az elmúlt 10 évben a minőség hosszú távú garantálása, garanciája érdekében nagyon fontos és komoly lépéseket tett. Az első talán az volt, hogy bevezettük a 2 év teljes körű garanciát. Azt merem mondani, hogy mezőgép gyártók közül talán a hazai piacon elsőként ajánlottuk a gépeinkhez a 2 éves garanciát, ugye, ami azt jelentette, és azt jelenti a mai nap is, hogyha a megvásárlást követő 2 éven belül bármilyen meghibásodás, törés következik be a gépeken, akkor a gyártó ezt saját költségén orvosolja. Ez üzemórától független ez a 2 év? Gyakorlatilag igen. Mi ebbe az üzlet a cégnek? Hát az üzlet talán az, vagy azt mondom, hogy amiért úgy érezzük, hogy nem vállaltunk nagy vagy túlzott kockázatot, az, hogy bízunk a termékeink magas minőségében, ismerjük a termékeinket, és úgy érezzük, hogy talán ez a 2 év, ez nem is olyan sok egy VDS-tart gép esetében, amikor 10-15-20 éves gépek dolgoznak még mindig a hazai piacon. Most én nagyon odafigyeltek, különösen kint a gyárban arra, hogy teszteljétek ezeket a kopó alkatrészeket. Nekem volt szerencsém néhány évvel ezelőtt odakint Svédországban ezt megnézni. Fantasztikus volt látni mindezt, ahogy csináljátok. Védest a saját, hogy mondjam, metódust állított föl a gépek tesztelésére. Tehát saját tesztpályát alakított ki, például egy kőfejtő üzembe, amikor partnerekkel látogatunk ki a svéd gyárba, ez mindig a nap fénypontja, amikor ebbe a kőfejtő üzembe ellátogatunk. Hát egyetlen probléma, hogy fültok nélkül, hallásvédő nélkül nehéz végignézni, hogy mi folyik ott. Gyakorlatilag egy non-stop terheléses teszt zajlik ebben a kőfejtőben. Nem is igazából kopást vizsgálunk, tehát nem a művelő elemek, művelő szerszámok kopását teszteljük, hanem a gép vázát érő stressz hatásokat próbáljuk feltérképezni, a gyenge pontokat megtalálni, és merem azt állítani, hogy a mindennapi üzemi használat során előforduló erőhatások százszorosának tesszük ki ilyenkor a gépeinket. A svéd cég, az anyacégetek megvásárolt egy alkatrész gyárat is. Miért tettétek ezt? Igen, ez körülbelül 5 évvel ezelőtt egy szintén svéd üzem megvásárlásra került sor. Ez az üzem már korábban is beszállítója volt a gyárnak, kopóelemeket, betőművelőtárcsákat és acélgyűrűket gyártott elsősorban a VDS-tadnak. Kínálkozott az alkalom, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos stratégiai döntés volt, hiszen a minőség teljes körű kontrollja csak úgy valósulhat meg, hogyha a tulajdonosi szemléletmód érvényesül, és a gyártó, mondjam, a felhasználók oldaláról pedig biztosak lehetnek abban a gazdaságok, a magyarországi termelők, hogy ugyanaz a koncepció, szemléletmód valósul meg az alkatrészek, a kopóelemek gyártása során, mint a VDS-tad nagy gyárában, amikor a vető és talajművelő gépeinket gyártjuk. Hogyha lehetne egy top listát felállítani a termékeitek közül, akkor mi volt a vezér termék az idén? Nem csak az idei évnek, azt gondolom a megelőző esztendőknek is Tempó volt a sláger terméke. Az elmúlt esztendőben közel 70 darabot értékesítettünk a Tempóból, és ugye most túl vagyunk már egy sikeres előszezoni akción is, ami júniustól szeptember végéig tartott.
50 darab tempót rendeltek már, ez már a következő, tehát a 2019-es tavaszi szezonra szól, ezek a gépek akkor fognak munkába állni, és hát bízom benne, hogy még ezután gyűjtjük be a megrendelések zömét.